jegyezd meg a nevét, rögves helyben most, magyarul most, szlovénul most. Te vagy a pandúr! Gál Anasztázia rendezésében a Szent István Művelődési Házban mutatták be az Istek Költő című verses portréfilmet, amely Bence Lajos József Attila díjas szlovéniai magyar költő életútjának fontos állomásait tárja az irodalombarátok elé. A korszakos lírikust Jakubek Tiborné a ház igazgatója köszöntötte az esten. Egyetértek magával, a filmalkotójával, a rendezőjével, vagyunk nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy a ma élő, és egyébként azt a fajta határon túli kultúrát, irodalmat és azt a hagyományt összefoglaló irodalmat megismerjük, és hogy meg tudjuk élni. Gyorsan változik körülöttünk a világ, és hogyha nem reagálunk rá, úgy társadalmi szinten, ezért is vagyunk ráhagyatkozva igazából az írókra, a költőkre, az alkotókra, mert ők sokkal érzékenyebben reagálnak ezekre a változásokra, és nagyon fontos, hogy meghatározzák és megfogalmazzák számunkra egyébként a reménynek azt a sugarát, amelyre minden embernek nagyon nagy szüksége van. A filmből megtudhattuk, milyen az az ember, akit szeretnek a múzsák, akit megihlete a szép és éltet az igaz, akit szirógatja a szavakat és akit szavak csábítanak el nap mint nap, aki másoknak csak ad, és a fizetsége csupán az ebből adódó megnyugvás és az adott ajándék utáni fennkölt pillanat. Azon csodálkozom, hogy ebből a rengeteg dologból, témai gazdagságból, ezt most nem elsősorban nem hizelgésként mondok, de annyi minden van, hogy én azon csodálkozom, hogy ezt így össze tudta a rendezőnő rakni. Hát az én segédletemmel természetesen, de le a kalappal, tehát én nagyon elégedett vagyok a filmmel. Bence Lajos keblémmel engedi a szavakat, a mondandót, velük dédelgeti féltett megmaradás reményeit. A filmből is megtudhatjuk, hogy ő az, aki térben és időben mindenkinél távolabbra lát, máshogy ért és másként érez, aki széppel fekszik, a széppel álmodik és ébred.